Igazi összefogással újulhatott meg a Csillagsziget bölcsöde, sajátos nevelési igényű gyermekek számára kialakított csoportszobája és a tornaszoba. A bölcsödében egy évvel ezelőtt indítottak speciális csoportot. Az induláskor voltak hiányosságok, amelyeket az egyik szülő, Kobli Attila is észrevett és felajánlott a segítségét. Természetesen szülőként nagy terhet jelent egy sérült gyereknek a kezelése, egy napi ellátása, úgyhogy nekem nagyon nagy segítség, illetve a családnak nagyon nagy segítség az, hogy tudja az ember, hogy egy biztos helyen van, és ráadásul nem csak a biztonságot vesszük alapul, hanem valóban felkészült és szakemberek foglalkoznak velük nap mint nap, ami természetesen a fő célunk, hogy tudjuk őket úgy fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkozni az egészséges társaikhoz. Tehát tavalyi évben, amikor elindult ez a speciális nevelést igénylő csoport, akkor jártam az intézményben, és a bölcsőde vezetővel együtt megálmodtuk azt, hogy mindenképpen kellene mind infrastruktúrálisan, mind eszközökben fejleszteni, azért, hogy az intézményben dolgozó gondozónők, illetve fejlesztő pedagógusok sokkal jobb ellátást tudjanak biztosítani a kisgyermekeinknek. Ez volt alapvető ok, és akkor azt kértem a bölcsőde vezető asszonytól, hogy merjen nagyot álmodni. Ez a kolléganőkkel együtt megtörtént, és elkészült egy kívánságlista, hogy mik lennének azok a dolgok, ahol fejleszteni kellene, és milyen eszközöket kellene beszerezni. Kobli Attila 650 ezer forintos támogatásához az önkormányzat hozzátett még 800 ezer forintot, így megújulhatott a bölcsődei csoport. Különösen az a jó érzés, hogy Tatán egyre több az ilyen jellegű adomány és ilyen jellegű együttműködés, ahogy szoktam fogalmazni, ilyen jellegű szövetségkötés, mert hogy végül is szövetkezünk közösen, a szülőkkel szövetkezünk arra, hogy a gyerekeik egy sokkal magasabb színvonalú, jobb ellátást biztosító, kényelmesebb, ugyanakkor a gyerekek egyéni igényeihez is a lehető legmaximálisabban megfelelő eszközparkkal, infrastruktúrával kapják meg a kiváló pedagógusok által adható segítséget és nevelést. Az összefogásnak köszönhetően a gyermekek most már egy minden igényt kielégítő környezetben tölthetik a hétköznapokat. Fel tudtuk fejleszteni a csoportszoba berendezését, különféle fejlesztő eszközöket tudtunk vásárolni, a tornaszobát tudtuk felújítani. Nagyon fontosnak tartjuk, és a jövőben is nagyon fontosnak tartjuk, hogy sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátását az intézmény felvállalja. Úgyhogy én a szülőket biztatom, hogy keressék bölcsödénket, és mindenkit szeretettel várunk.